A Találkozások című portréműsorunkban ezúttal egy ikonikus helyszínen, egy ikonikus személlyel, Hoffmann Jánossal beszélgetünk. Ön hogyan került bele ebbe a, ahogy itt fölöttünk is olvasható újságcikkben, ebbe a vendéglátásba, és hogyan alakult az önök vendéglátó dinasztiája? Hát úgy alakult, hogy lényegében édesapám vendéglátós volt, és anyámnak a szülei, és azokon keresztül születtem bele ebbe a vendéglátóiparba. Akkor ugye ez a családi biznisz, fogalmazhatunk így? Hát igen, lényegében apám 54-be került Dunaföldvárra, édesanyámba beleszerelmesedett, és akkor itt engedett gyökereket, és ő működtette itt a vendéglátóhelyet több alkalommal. Ha itt most bejövünk a Hoffmann kávézóba, akkor én nekem rögtön az egyik dolog, ami kiszúrta a szememet, ez egy mesteroklevél volt, akkor az ugye az ön édesapjáé? Igen, az én édesapámé az még 1947-ben szerezte Pécsen a mesterlevelet. Nagyon ikonikus helyszínek köthetők hozzá is, ugye? Igen, hát régen édesapám üzemeltette a Sóház utcában levő régi Kékdunát, amit sokan már nem ismernek, mert az régen megszűnt, meg a Dunaparton volt a Stefánia nevezetű kerthelység, és nyári időszakban azt működtette, és utána pedig, mikor megszűnt a Kék Duna a Sóház utcába, akkor itt a Kossuth-Lajos utcában levő új Kék Dunában ő lett a vezető, amilyet majd megint nem tudnak a fiatalok ismerni, mert lebontották. Igazából miatt rátérünk arra, hogyan lett ön a Hoffmann kávézónak az az arca, akit ma ismerünk. Ebbe hogyan látott bele, mit látott gyerekként, amikor az édesapjának, nem tudom, a munkahelyére betévedt? Hát sokszor voltam édesapám a Kék Dunában, ami a Sóház utcában volt. Mai napig elértem, hogy nézett ki az az étterem, olajos padló, régi csempékkel, meg Stefániában, amikor kicsike voltam, lehettem egy 5-6 éves, akkor már korsókat ott szedegettem, meg tetszett nekem a zene. Hát egy gyereknek azért ez egy élmény volt, hogy ott lettem lent, meg nem fektettek le esetleg este 7-kor, hanem 8-9 óráig nyári időszakból tellettem, mert édesanyám is ott volt, ő is ott dolgozott, és hát így magamba szívtam úgymondva a vendéglátást. Tehát akkor ugye a gyerekkorát meghatározta a vendéglátás, akkor később ilyen irányba orientálódott is, ugye? Igen, hát 69-ben felvételiztem Keszthelyre a vendéglátóipari szakközépiskolába, és ott 4 évig tanultam, ott érettségiztem, és ott szereztem ezt a középfokú vendéglátóipari szakképesítést, és hát azóta lényegében vendéglátóba ténykedek. Volt egy 5 éves kihagyásom, amikor elmentem benzinkutasnak a Shell-re, Shell-kúthoz, de a kihagyás után most ugye már 2 éve nyugdíjas vagyok, de 46 éves munkaviszonyom van, amit 2 munkahelyen töltöttem el. Hát akkor ez egy szép teljesítmény. És ön, akkor most tényleg térjünk arra rá, hogy mióta is ön a Hoffmann kávézó, hát most ez így furánzik azt mondani, alkalmazottja, igazából tulajdonos vagy vezetője? Hát ugye először alkalmazott voltam, mert lényegében ezt 71-ben nyitott a Tolnai Vendéglátó Vállalat, és akkor jött át apám a Kék Dunából, és ő üzemeltette 71-től, mint Piroska Presszó, és ő ugye megbetegedett 86-ban, és 86-tól vagyok én itt lényegében, de akkor még a vendéglátó vállalaté volt, mint mi ilyen szerződéses formában voltunk, tehát alkalmazottja voltam a vendéglátónak, és utána, amikor jött a privatizáció, akkor kerültem lényegében tulajdonba, mert 90 körüli években meg tudtam vásárolni, hogy akkor eladta az önkormányzat, meg a vendéglátó kivonult a Dunaföldvárra a vendéglátásból, és akkor azóta vagyok lényegében. Hát itt 86 óta vagyok, de 91 után lettem mind magánvállalkozó. Jó sok történet kötheti önt is, illetve hát szerintem nagyon sok. Tehát nincs olyan földvári, akinek ne lenne egy piroskás, egy hoffmannos története. Mi az ön kedvenc története, ami ez a helyhez köthető? Hát nagyon sok emlékem, meg tényleg az ember ugye fiatal volt, nagyon sok élmény. Hát ugye az nagyon jó volt, hogy mindig tele volt, minden hétvégén. Ugye mellettünk volt abban az időben még a mozi, tehát sokszor a mozi film befejezés előtt már kijöttek többen, hogy helyet kapjanak itt. Ugye abban az időben működött itt zenegép, ami elég nagy számnak minősült.
Ugye lent a pincében működött egy borozó, tehát a zsíros kenyeret lehetett kapni 2 forintért, házi kolbász volt, akkor ugye oda került, akkor egy flipper, ami ugye a fiatalokat ide vonzotta, pedig hát több vendéglátóhely volt, de abban az időben szinte minden vendéglátóhely működött velünk, párhuzamosan ment az édességpresszó, akkor ment az ifi presszó, tehát másként szórakoztak a fiatalok. És ha már akkor eljutottuk a pincéig, akkor rá is kérdeznék erre, mert én például soha nem voltam még lent. Mi van odalent, és mi volt odalent korábban? Hát ugye a pincé ugye egyben nyitották a 71-ben, amint mondtam, egy borozó volt, több szekszárdi borvidékről, dunaföldvári borászoknak a barát értékesítettük, 5-6 féle bor volt lent, és az délelőtt nyitott, este 11-ig volt nyitva, mint borozó jelleggel működött, uh-huh. És szerettek lejárni a fiatalok is, ugye abban az időben nem volt telefon, meg internet, snowblisztak, különböző ilyen kvízjátékokkal töltötték el az időt, sok fiatal szeretett lemenni, mert nem voltak szem előtt, nem látták a szülők. Hát ugye jó társaságok jöttek, kovácsolódtak össze. Ez működött elég hosszú ideig, mint borozó, akkor utána kezdett hanyatlani, akkor átalakította még a vendéglátóhálat sörözővé, egy nagyon színvonalas, ilyen német stílusú sörözőt valósítottak meg lent. Az is hosszú ideig működött, amikor az kezdett vége lenni, akkor már én itt ténykedtem, akkor vállalat még szintén beruházott egy tekepályára, ami egy jó ideig kuriózum volt, mert a külvégi vagy a kinti kocsmákban, már elnézést, hogy úgy mondom, italboltokban működtek hagyományos kuglipályák, hát ez egy automata pálya, az eléggé felcsigázta a fiatalok érdeklődését, és lejártak tekézni. És akkor, amikor az is már kezdett unalmassá válni, akkor ugye jöttek a flipperek, a videójátékok divatba, és akkor már volt nagyon sok flipper, videójáték, különböző szimulátorok, és a fiatalok, mikor jöttek az iskolába, vége lett a tanításnak, rontak le, dobálták le a táskát, és itt fejlesztették a kézügyességüket. És ha már fiatalokról van szó, a mai közönség hogyan oszlik meg? Még, ha jól tudom, most ugye ismét beindult a pince élet, ha fogalmazhatok így, nem? Hát most is van élet, ugye, hát mikor lényegében megszűnt ez a játékgépek, mert ugye olyan rendeletet hoztak, megszigorították, meg ugye jöttek az okosabb telefonok, minden, de nem érdekeltem annyira a fiatalokat. Ez az irányú szórakozás, akkor utána lett diszkó, üzemeltettük, mint diszkó, minden hétvégén, péntek, szombat diszkó volt, abban az időben felkapott volt, akkor volt a videódiszkóval kezdtük először, ugye filmeket vetítettek, ami lekötötte a fiatalokat, és hát hogy utána élőzenés, koncertek, hát most jelen pillanatban inkább ilyen élőzenés, koncertek, buliknak van biztosítva a helyszín. Megfordultak itt nagyobb nevek, mint Takács Tamás, Deák B. Gyula, Sárga Taxi, tehát elég színvonalas előadók jöttek le, amire volt igény, és elég látogatott volt. Jövőben is van ilyen jellegű terv? Hát terv az van mindig, hát sajnos inkább úgy veszem észre, kisebb az igény. Uh-huh. Rá, úgyhogy most azért is az a probléma szerintem, hogy nagyon sok falunapot rendeznek, meg különböző ilyen városi rendezvények, ami ingyenesen látogatott, és ott jobban oda mennek a fiatalok, vagy azt használják ki. Akkor még egyszer megfordítom a témát, hogyha már fiatalokról van szó, akkor ugye vendéglátó Dienésztináról van szó. Az ön családja, az ön gyermekei mennyire folynak bele ebbe? Hát nekem 2 fiam van, 40 meg 42 éves. Az egyik fiam az vendéglátóban van, jelen pillanatban vendéglátóban dolgozik, és hát rövid időn belül fogja átvenni az üzemeltetését az egységnek, mert én már kezdek kiöregedni, meg már kezdem unni is. És unokák? Hát unokák van, szerencsére 2 unokám, egy fiú, egy lány, és hát a kislány az nagyon édesanyámra hasonlít, aki itt szintén vendéglátós volt, lehet, hogy ő belőle is vendéglátós lesz, hát ő még csak 4 éves, még nem nagyon, de itt már jön, megy és tesz, vesz, és itt keverkedi a porrakba az különböző folyadékokat. Akkor lehet, hogy mégiscsak önre hasonlít igazából, mint ahogy a korábbi elbeszélésekből kiderült. A korábbi beszélgetésünk alapján volt szó egy cukrászdáról is, erről is egy pár szót. Hát igen, lényegében itt most a Barátok templomával szemben van a szülői ház, mert én ott is születtem,
lényegében az anyámnak a szüleinek a háza volt, és ott működött a Konrád cukrázza hosszú ideig. Hát először Pintér cukrázza volt, és utána a nagyszüleim élet különböző eltartási procedúrákon keresztül, és az hosszú ideig mint cukrázza működött, és utána meg mint cukráztermelő üzem. Nem volt cukrázza, csak ott állították elő a süteményeket, amit Dunaföldváron több vendéglátóhelyen értékesítettek. Akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy ön ebben nem csak beleszületett, de hogy így ebben élt nagyon sokáig. Hát igen, én amelyik nagyszülőmhöz mentem, mindig kocsmába mentem, mert mindig valami vendéglátóhelyre. Hát ami jelen pillanatban most ugye a Fodrász, a Felhős Jákos üzemeltető, üzemelteti azt a helyiséget, ott is régen kocsma volt, hát azt is a nagyapám üzemeltette abban az időben, az kifőzde volt, meg kocsma az államosítás előtti időig, államosításnál megszűnt, és akkor utána megint a vendéglátónak lett a kocsmája, vagy egy vendéglátóhelye. Az ugye most ugye kaszinó épületnek, vagy ilyesminek is szokták szólítani, hogy régen az volt, nem? Hát kocsma volt, és akkor utána lett a kaszinó, tehát a Wiener nevezető játékterem, mikor a nyerőgépek meg a rulettasztal engedélyezték, akkor az lett belőle. De előtte kocsma volt, nagyon sokáig működtette a Olá Józsi bácsi, utána a Gábriel Sanyi, tehát egy jó menő cukrázda, vagy egy cukrápresszó és egy kocsma volt, mondjuk az, hogy kocsma, mert az az igazi elnevezés a régi időben. Mi volt a neve? Hát az volt Márika Presszó, Olá Kocsma, hát mindig aki üzemeltető jobbára arról volt elnevezve. Ja. Úgyhogy nem volt olyan, mind a presszót, ugye ez Piroska Presszó lett, ugye 71-ben, mikor nyitották 71. augusztusában, tehát itt piros berendezés volt, tehát piros, ilyen piros kárpitozott székek voltak, a világítótestek ilyen fonott kosár volt az is pirosra festve, ugye vannak régi képek, tehát azért nevezték el Piroska Presszónak. Hát lényegében abban az időben nagyobb volt, mert le lett most már szűkítve, mert nincs akkora igény rá. Itt volt külön terem, meg ilyen boxok, tehát egy nagyobb férőhelyes egység volt. Ha mondhatna valamit, ami egy pályafutása alatt megváltozott a vendéglátásban, az emberekben, a fentieken, vagy az előbbieken túl, mi lenne az? Mi az, ami igazából ön, ha megkérdeznék, hogy mit tapasztalt vendéglátós pályafutása során, akkor mi lenne az? Hát nagyon nagy problémák tartom, hogy a szakképzés, a szakoktatás igazán megszűnt. A régi időben azért voltak, hogy ipari tanulók 3 évig tanultak egy szakmát, és azért nagyobb ázsiója volt egy vendéglátó szakképesítése, egy dolgozónak elhelyezkedni. Mai jelen pillanatban igazán nagyon nehéz szakképzett vendéglátóipari szakember találni, mert nagyon sokan külföldre mentek, vagy nem tudom, egy kicsit ledegradálódott ez a vendéglátó szakma valami oknál fogva. A legnagyobb probléma az, hogy nincs szakoktatás. Milyen volt az oktatás, amikor ön járt? Tehát hogyan nézett ki az a 4 év, ugye? Hát a 4 év volt, ugye 4 évig ugye, mi tanultunk szakács, felszolgáló, cukrász és portás szakmát, tehát arra kaptunk ilyen képesítést. Akik ipari iskolába jártak, ugye kiválasztották, hogy év elején, hogy milyen szakmát választanak, és annak irányába kapták a szakképesítést, de ugye ott nagyon jó szakemberek oktatták, képezték a fiatalokat, és tényleg megtanították arra, hogy kell egy igazi vendéglátósnak viselkedni, meg hogy kell hozzáállni a munkához. Ma már ezt nem látom sehol érvényesülnének így, hogy a fiatalokat ilyen képesítésbe részesítenék, vagy nagyon kevés van ilyen. A fia képzésénél esetleg ezt hogy tapasztalta? Hát a fiam képzésén ugye itt végzett a gimnáziumban, és utána elment Pesten van a Huba utcában volt a vendéglátó szakközépiskola, és ott végezte el ezt a szakmát. Utána meg egy ilyen mixerképzőt is elvégzett, és jelen pillanatban Alacsi Alástárdában felszolgálóként dolgozik most már lassan 20 éve. De ott azért még megvolt a, nem tudom, ugye azt mondta, hogy 40 év körüli a fia, tehát akkor ott még megvolt a képzésnek az a színvonal, ami hasonlított a zenére? Hát ott még megvolt, mert ugye tanulóként kitették a Volga szállóba, ami már nem is létezik, ugye lebontották. Hát ott azért rendes szakmai oktatásban vett részt, és hát ha volt rá affinitás, akkor meg is tudták tanulni ott, mert volt kitől kérdezni, meg
tudtak tovább lépni, vagy tovább képezni magukat. Ha végig gondol a karrierjére, az teljes pályafutására, akkor van olyan dolog, amit másképp csinálna? Hát igazán nem tudom, nem biztos. Hát lehet, hogy nem kellett volna megragadnom itt Dunaföldváron, el kellett volna menni egy városba, vagy lent maradni a Balatonon, mert nagyon sok kollégám, osztálytársam Balatonon maradt, mai napig elég színvonalas vendéglátást tudnak nyújtani, vagy biztosítani, mert másra voltak ott a lehetőségek. Hát ugye ez nekem úgy jött, hogy lényegében apám, hogy megbetegedett, belecsöppentem, azt itt ragadtam, ugye családot alapítottam, megnősültem már 40-valány éve, és itt ragadtam. Sajnos, és nekünk azért annyira mégsem, mert azért ön tényleg a városnak egy elég meghatározó alakja volt. Tehát ezután is örülünk, hogy végül itt maradt, de hogy hogyan látja a városnak a fejlődését például, ha már Földvárról van szó, úgy? Hát én úgy veszem észre, hogy járok ugye többfele, Dunaföldvár kiemelkedően jó színvonalon van, mint vendéglátó ipari tevékenység ellátva, hogy itt van a nagyon jó hírű Halászcsárda, itt van a Marcipán cukrászda, a Tóth cukrászda, és nem akarok kiadni ebből a Keletcsárda, ami egy külön szolgáltatás. Tehát le van fedve lényegében a vendéglátás területén minden része, tehát a cukrászat, az étterem, önkiszolgáló étterem, tehát szerintem nem panaszkodhatunk arra, hogy itt a vendéglátás el van nyomva, vagy hogy nem olyan formában fejlődött, ahogy fejlődött a világ. És önnél például most itt várakoztam, amíg összeálltam a mai rendszer, és addig azért jó pár olyan ember jött, akire így az volt az érzésem, hogy ők így rendszeresen betérnek ide kávézni, egy kis beszélgetésre, vagy csak így a társaság összeverődjön, nem? Igen, hát nagyon jó, hogy lényegében nagyon sok törzs vendég van, lényegében vannak kávézók, vannak esti vendégek, aki munka után jönnek, hát egy elég jó, mondhatnám, egy kollektíva alakult így ki, és meg annak is egy jó érzés, mikor ide bejönnek ilyen idősebbek, és akkor mondják, hogy ide jártak gyerekkorukban, itt voltak a gimnáziumban, most visszajönnek, már gyerekeiket ide hozzák, tehát hogy jó élményekkel emlékeznek vissza a Piroska Presszóra. Szövődtek itt szerelmek, házasságok, úgyhogy... Mit nem látott eddig a Piroska Presszó, nem? Hát igen, sok mindent látunk. Ugye itt volt a taxis blokád, amikor volt a hídlezárás, tehát ugye nyitva voltunk folyamatosan, tehát rengetegen jöttek be, ugye szendvicsért, WC-t vették igénybe, mert itt ugye állt a sor. Hát sok mindenen keresztül ment azért itt a Presszó lényegében. Van egy történet, amit az egyik kolléganőnk, Baks Erika, mindig elmond, hogy amikor leültek ide, és ki kellett várni, mikor lesz hely, valaki mindig lesben állt, és utána mindenki utána így felemelt kézzel, olyan tömeg volt itt a Hofmann kávézóban, hogy úgy kellett vinni az italokat, és úgy föl kellett emelni a poharakat, nehogy bármi baj történjen. Hát volt ilyen, és ez a világ korában, igen, így volt. Hát most, hogy elmondjam, hogy már nem titok, mert már az adóhivatal nem tudja visszaellenőrizni, de lényegében itt ilyen keretes volt a sör abban az időben, még mikor én is voltam, heti 140 rekes sör volt a keret, ami ma már egy akkora mennyiség, hogy nem is tudom, mennyi idő alatt tudnék én most annyit eladni. Tehát itt tényleg nagyon nagy forgalom volt. Meg akkor ugye volt az alkoholtilalom, amely 9 óráig nem lehetett egy időszakban alkoholt kapni, csak reggel 9 óra után. Ebből a megyébe több vendéglátóhelyet kijelöltek, hogy felmentést kaptak, hogy a idegenforgalom átmenő forgalom véget, ebbe szerencsére mi beleestünk, és ugye itt 7 óra előtt is lehetett szeszes italt fogyasztani, ami azért megnövelte a forgalmat. Meg egy központban van egy ilyen találkozó hely volt, itt a városháza, itt a tér, hova menjünk Piroskába. Hát a mai napig is Piroska Presszó, lényegében Piri, de hát... Igen. Ez a névváltozás ugye megtörtént 94-ben, mikor én előtte meg tudtam vásárolni, és akkor utána átalakítottam, ami most a jelenlegi formájában van. Hát ugye mindig valamit módosítunk, vagy modernizálunk, de hát lényegében most a állapot az 94-től van. De nemrég is átestek felújításon, ugye? Hát igen, sajnos egy kényszer bezárásunk volt ugye a Covid véget, és akkor fel lett újítva egy kicsit, és akkor lett változtatva itt a belső
berendezésen, meg a belső kialakításon, amit tudtunk, tőlünk telhetőt megpróbáltuk kihozni, hogy mindig lépést tartsunk azért a fejlődéssel kapcsolatban. De nagyon szép most a belső tér. Köszönöm szépen. Most megfogott egy kicsit engem ez a szesztillalom például. Volt-e bármilyen jellegű korlátozás, vagy a történelemben, hát azért már tényleg történelmet mondhatunk, mert volt-e bármilyen történet, ami így megtépázta esetleg így a működést, vagy korlátozta? Hát nem volt. Hát egyedül ez a szesztillalom, nem tudom pontosan mikortól meddig volt, nem volt egy hosszú életű szerencsére, de hát ez még a régi rendszerben volt, hogy mondom azért, hogy nagyon sokan ugye még alkoholos állapotban mentek dolgozni, és így a kocsmákat, vagy hát a vendéglátóhelyeket korlátozták, hogy ne tudjanak szesztárulni, de ez mellett viszont az útkimérők, a butellák annál jobban mentek, mert minden vendéglátóhelyet mellett mindig volt egy butella, ugye a butellát azt jelenti ilyen zugkimérőkkal, ugyanúgy meg lehetett kapni a rövid italt, a bort, és akkor ott vették magukhoz az emberek, akik erre igényt tartottak. Azon kívül nem volt. Hát itt a 71-ben nyitottunk, azóta egyszer volt zárva, amikor én átalakítottam egy hónapig, vagy másfél hónapig, utána lényegében minden nap majdnem nyitva volt, kivéve esetleg egy húsvét hétvőt, meg a karácsony szentestét. De hát meg most azért ez a két fázisban, ez a Covid véget, azért ez hosszú volt lényegében, ez megtépázta azért egy kicsit. Mik a jövőbeni szándék? Ugye a tervekről ugye kérdeztem már, hogy koncert és ilyesmi, de amúgy hogyan látja, meddig lesz még itt Hoffmann kávézó? Hát remélem még nagyon hosszú ideig. Hát mindig valamit fejleszteni kell, most a terasz szeretnénk majd bővíteni, vagy egy modernizálni. Hát remélem, hogy még hosszú ideig, hogyha én már nem leszek, akkor is a fiam a nevén keresztül fogja tovább vinni. És akkor a fejlesztések, akkor eszembe is jutott egy másik nagyon jó kérdés. Ugye most itt vagyunk egy ilyen, ebben ugye külön terem, régen ez külön terem volt? Nem, hát régen ez volt a bejárat, ez volt egy terem, egy kis terem, hogy itt volt a pult, ahol most az a gíroszos rész van, és volt a másik helyiség, ott voltak a boxok. Hát lényegében többen befértek. Tehát régen is mindig minden reggel ide jöttek a helyi vállalkozók, maszekok abban az időben, hogy úgy hívták, nem vállalkozó, maszekok itt kávéztak, elbeszélgettek, üzletek köttettek, ugye nem volt a mobiltelefon, itt tudtak találkozni, az állatorvos bejárt, az orvosok. Tehát itt működött ebbe a helységbe. Azt esetleg tudja, hogy itt, hogy is mondjam, mielőtt még mondjuk piroska presszó lett volna, itt mi volt előtte? Legelőször ez egy magyar királyi szálloda volt ez az épület, ugye a fényképeken látni is. Csak államosításkor átépítették, átalakították lakásokat, alakítottak ki, mert fönt ilyen sportterem volt, vagy tornaterem, tehát egy más jellegű volt. Meg hát egy fogadó is volt, úgy tudom, a Simonék működtették, tehát itt mikor régen lovakat tudtak, hát itt az udvarban volt istálló, lovakat pihentettek, cserétek, etettek, aludtak, ilyen zónai teleket tettek lényegében, a Simonék tulajdonában volt, és akkor utána pedig lett egy kocsma, hát ital volt, azt a Dunai Pista bácsék csinálták, még édesanyám náluk is dolgozott, és akkor az működött 71-ig. És akkor 71-ben, azokkor már az a vendéglátó vállalaté volt, hogy államosították ezt 56-ban, vagy 56-ban, és akkor lettek a Dunaék, és akkor úgy lett vendéglátó vállalaté. Tehát elvették lényegében a Simonéktól. És akkor utána került képbe az ön édesapja, ugye? Hát ő 71-ben lényegében. 71-ben, mert akkor jött át a Kék Dunának volt a vezetője, és akkor az ugye elég rossz állapotba került, mert statikailag megroppant az épület, és akkor nem márték vállalni, hogy úgy üzemeltessék, és akkor lebontásait élték, amit nagyon sajnálok, mert vannak fényképek róla, ez egy ikonikus épülete volt a városnak. Meg szükség is volt egy szállodára, 10-12 szobás szálloda volt, étteremmel, presszóval, még a 70-es gyakorlati időt ott töltöttem el, mikor 3:30 volt egy kávé.
És milyen volt akkor ott az élet? Tehát milyen volt ott dolgozni? Hát, mint tanuló, nagyon tetszett, mert mind nyári időszakban volt egy nagyon szép kerthelység, és akkor ott voltak ilyen zenés rendezvények, meg hát abban az időben ilyen sztár vendégeket, mint most meg a sztárba levők, tényleg abban az időben lehoztak, apám szervezett ilyen műsorokat, és akkor hát ott több száz fő részt vett a kertességben, nagyon jó bulik voltak, az Albert Flórián élménybeszámolót tartottak, a Sárosi Katalinát, ma már nem élők nevek vagy művészek voltak ott. Tehát én picike voltam, amit a szállodai szobába fölvitt apám, és akkor onnan az egyik ablakból le lehetett látni a kerthelységre, és akkor ott néztem a művészeket, meg hallgattam egy darabig a zenét. Ha már egy régi helyszínekre van szó, a Stefánia kert nagyon sok képeslapot őriztek meg erről, ugye szó is volt korábban, hogy onnan összeszedegette össze a sörös korszókat. Milyen volt ott igazából a hangulat, az élmény maga? Különbözött-e mondjuk a mai ilyen jellegű helyszíntől? Hát különbözött, tehát ugye ott egy ilyen szép gesztenyefák voltak, ez a régi kerthelységi bútorok, ez a vas fémvázas székek. Ott a mai épület alatt, ami most ilyen lakás van kialakítva, ott voltak a söntések, mindig volt friss, meleg, fasírozott, pogácsa, szólt a zene, és ott táncoltak. Mert előtte ugye volt a horvát kert, úgy tudom, ami más helyszínen volt, azt ott a jeges árvíz az 56-ban, ami volt, azt tönkretette, és úgy jött ez Stefániának nevezett teraszos, mert ugye csak nyáron tudott üzemelni, mert lényegében csak ami a ház alatt levő szuterénszerű épület részbe volt kialakítva a konyha, meg a söntés. Tehát kint csapolták a sört, ugye akkor még igazán 20 literes fahordókban volt a sör, és azt kellett csapolni, de ott ment. Hát ugye szórakoztak az emberek, tehát jobban jártak társaságban, nem volt úgy televízió, nem volt a telefon, és szerettek felszabadultan szórakozni. Találkozásunk című műsorunkat a kábeltelevízión vasárnap délben ismételjük, illetve hétvégétől az online fórumon is láthatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!